Az UEFA hivatalos oldala cigiben méltatta a diósgyőri futball a 70-es évek dicsőségét emlegetve a Tomislav Szivics edző kezei alatt szárnyaló ősz produkáló piros fejéreket dicsérve. A diósgyőr teltház előtt fogadta hétvégén a Fradit, amelytől négy egyre kikapott, de ott van a dobogon, a jó szezon kezdett okai és a veszélyek. A téma most a másodedzőként a csapattal dolgozó Bene Ferenc trénerrel. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, tiszteltek, mindenki. E, Vereség ide vagy oda, E, igaza lehet-e az UEFA internetes oldalának, e, amely felfigyelt a jó szezon kezdetre, és már aranykort emleget? Aranykor érzetetek van, Feri? Igazából egyrésztről örömteli, hogy az UEFA honlapján egy magyar nb 1 es csapat szerepet kap. Ez úgy gondolom a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetében mindenkinek jó. Szerintem ez egy hatalmas elismerés minden klubban dolgozó vezetőnek, edzőnek, illetve játékosnak az, hogy aranykorról beszélünk, ugye hál' Istennek a stábban van egy úriember, Verébőri bácsi, akivel nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, aki átélte ezt az, akkor, az aranykort a Jörnél, és ő a legboldogabb, hogy bizonyos szempontból statisztikailag ezzel a hét, győz, hét győzelmes szériával meg is tudtuk dönteni, de mindig csak a következő célra összpontosítunk. Tehát jelenleg a Pécs mérkőzés számunkra legfontosabb, és senki nem gondolkodik itt se bajnoki címre, se dobogóról, csak a következő mérkőzésre. E, Feri, viszont mi volt ez a lendülettel, ezzel a kifulladással a Fradi ellen? Ugye álomszerű kezdés, gól az első percben. Mi történt veletek? Igen. Az biztos, hogy álomszerű kezdés, ugyanakkor nyilván egy ilyen kezdés felelősséggel is jár, tehát nem szabad a gól okozta Mámornak nagyon beleülni, illetve a másik dolog, hogy talán akkor leszünk igazán jó csapat, hogyha ki tudjuk használni azt a rugott gól által okozott sokkot az ellenfélre, és talán egy góra gólt tudunk elérni, de ezen a mérkőzésen erre nem volt sajnos lehetőség, a gól után nagyon hamar magához tért a Ferencváros, és uh, mi sok mindenben nem úgy viselkedtünk a pályán, illetve nem tudtuk megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző Tomislav Szivics kért a játékosoktól. Szerintem nincs ez a tragédia, ezen a mérkőzésen jobb volt a Ferencváros, viszont azt a sorozatot, meg az eddigi szereplést senki nem veheti el, és ebből kell építkeznünk, viszont meg kell találni nyilván az okokat. Na most, hát, amikor az okokat keresítek, akkor nyilván hogy a Szívics Mester is folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy ez a csapat még nem érett, még nem nagy csapat, még nincsen kész a folyamatos győzelmekre. Az előtte is arra utaltál, hogy jó persze, hát aranykor hangulat, de hát azért még sehol se tartatok, csak egy meccset kell nézni, nem pedig a dobogóról álmodozni. Ilyenkor az a veszély mindenhol nálatok is, hogy elbízzák a játékosok, vagy éppen begörcsölnek? Talán egyikről sincs szó, de egy biztos, hogy nagyon komoly szakmai feladat, hogy egyik irányba se engedjük kilengeni játékosokat. Tehát rátértek egy helyes útra, és ezen rajta tartani mind görcsösség, mind pedig az elbizakodottság elkerülésével nagyon nehéz szakmai feladat. Illetve hát azt ne felejtsük el, hogy ugye a tavalyi Diós Györhöz képest is ez egy megfiatalodott csapat, a keret nagy mértékben kicserélődött, és ezek a játékosok még csak pár hónapja játszanak együtt. Tehát itt nemzetközi példát, haza itt de hazait is lehet mondani, hogy mondjuk egy haladás 3-4 év óta együtt játszik, és különösen nagyon jó fiatalokat hoz a saját akadémiájáról, tehát azért lehet sikeres, úgyhogy itt azt gondolom, hogy a realitást talán kell beszélni, csak a következő feladatot és csak a munkára koncentrálni, és utána lehet szépen lépésről lépésre esetleg visszahozni az akkora aranykort, de az akkora aranykorban is évek óta együtt játszottak azok a már a már legendával nőtt játékosok. Ha már itt a keret kicserélődésről beszéltél, elvileg még a nyár végén Rudolf meg Szeidi távozásával látszatra még gyengült is a csapat. De aztán utólag úgy tűnik, hogy például a futács kontra Rudolf ez egy minőségi csere volt. Az volt? Azt kell, hogy mondjam, hogy a futács Márkó igazolásával egy nagyon pozitív személyiséget, egy nagyon profi mentalitású játékost, és egy igazi csapatembert nyert a DVTK, és nem utolsó sorban taktikai szempontból is egy kicsit szélesebb lett a, a vezetőedző tárháza, és eddig az ő igazolása abszolút mértékben bevált. Sajnos a, a Rudolf Gergővel kapcsolatban, ugye ő több mint egy évig azért ott volt a DVTK-nál, még mielőtt én oda kerültem is volna, Előfordul, hogy egy játékos nem passzol egy, egy, egy csapathoz, egy öltözőhöz, egy kitűnő labdarúgó, biztos benne, hogy megtalálja majd máshol a számítását, de én úgy gondolom, hogy itt minőségi váltás történt. No, azt mondd meg, hogy a tavalyi tizedik lett a bajnokságban a csapat, te dolgoztál már korábbi vezetőedzőkkel is, mennyiben más szívics, miben tér el az ő karaktere a korábbi vezetőedzőktől? Egy biztos, hogy a keret is kicselődött, egy ambiciózusabb keret. Én úgy gondolom, hogy felismerte a vezetőség, hogy egy szélesebb kerettel kell dolgozni, nagyon fontos a játékosok motiválhatósága, nagyon fontos, hogy a vezetőedző mind a pályán kívül, mind a pályán belül nagyon jól koordinálja a csapatot, tehát az öltözőbe is rend van, a fejekbe is rend van. És azt kell, hogy mondjam, nem utolsó sorban, egy nagyon komoly stábot alakított, ki idézőbe téve, tehát itt most nem, nem a magam dicséretéről van szó, hanem tényleg Diós Györgyben mindenki tudja, mi a feladata. Tehát a, a, a szertárostól kezdve a vezetőkön át minden edzőn, szóval a, a vezető egyetértésbe ugye a rehabilitációs szakemberek, tehát tényleg egy nagyon komoly csapatmunka folyik, aminek a, a, a vezető szerepét Tomislav Szivics tölti be, és úgy gondolom, hogy hogy maximálisan ki kell tartani mellette, és épp ezt az építkezést folytatni. Nálatok már megvalósult ez az egész napos munkaidő? Tehát bemennek reggel 8 a játékosok, és akkor délután hatig együtt van a társaság, és dolgozik? A játékosok bizonyos szempontból többet is dolgoznak, mint 8 óra, de előfordul, amikor nyilván óraidőben kevesebbet, de ezek kiegészíthetők, ugye videóelemzésektől kezdve az egyéni képzéseken át, szóval egy biztos, hogy mi edzők többen dolgozunk, mint 8 óra, de ez úgy gondolom természetes, mert nem csak az tekinthető munkának, amikor effektív a pályán vagyunk, hanem a háttérmunkában nagyon sokat dolgozunk, és mondom, igazi csapatmunkaként mindenkinek megvan van az adott feladata. Ha egy kicsit végig gondolod az eddigi fejlődésedet, meg szakmai munkáidat, akkor Tomislav Sivics-től mi az, amit eddig bizvást megtanultál, vagy tanultál? Hát az előbb említett dolgok, tehát ahogy az öltözőt kezeli, minden edzőnek mások a, a, a munkamódszerei, tehát én minden edzőmvel, akivel együtt dolgoztam, vagy aki játékosként edzőm volt, rengeteget tudtam tanulni, tehát ezeket nem szégyen kimondani, és egy olyan tapasztalt edző aki mind a mérkőzéseken alatti, a meccselési húzásai, volt lehet az embernek tanulni, meg mind a, azokon, ahogy, ahogy egy egész hetet felépít az edzéseivel, de ez ugyanúgy elmondhat a, a, a közvetlen kollégáimra is, tehát röviden válaszolva maximálisan így van. Na azt nézzük meg, hogy az milyen egy érdekes jelenség, hogy Diós ahol nagyon nagy futballkultúra van és hatalmas lelkesedés veszik körül a csapatot, oda most többen is Kovács Zolira utalok, vagy rád is utalhatok, újpesti, újpesti gyökerű és újpesti érzelmű emberek segítenek ezt a dolgot most újraépíteni. Hát ez olyan különösnek tűnhet első ránézésre, nem? Igen, és játékosként ugye a Barci Dávid és a Tisza Tibi mondhatni. Én a részemről, tehát kis kő izgalommal kerültem uh -huh. ugye, oda Diósgyőrbe, mert nem tudtam, hogy a közönség hogy fog fogadni. Én gyerekkorom óta, 1991 óta figyelem a Diósgyőr tevékenységét, mert nekem nagyon szimpatikus volt mindig a, a futball iránti hozzáállása az embereknek. De mégis Újpestinként egy riválistól érkeztem idézőjelben, mert azt nem tagadom, hogy érzelmileg mindig is ehhez a klubhoz fog kötődni a lila-fehér újpesti színekhez. De talán ebből a szempontból nekem is jó, hogy több olyan játékos is, a Tibi is, meg a Barci is, akivel dolgoztam együtt, meg a Kovács Zoli, akivel szintén, talán egy kicsit könnyebb így egyrészt elfogadtatni is magunkat, de azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy Újpesten most más szelek fújnak, és ezt tudomásul kell venni. Nyilván futballban vannak érzelmek, de, de, az biztos, hogy, hogy úgy érzem, hogy elfogadott minket a diósgyőri közönség, és, és én a magam részéről tudok nyilatkozni, nagyon megszerettem mm. mind a város, mind az ottani embereket. Tehát az, hogy az ember a, a piros lámpánál megáll, és a környező autók mindegyik visszapillant olyan DVTK zászló van, szóval ez egy egész régiónak a, a, a fantasztikus futball szeretetét mutatja és egyben nagy felelőssége Há is. Hát bizony, nektek, is. nektek, ad feladatot. Na most ugye a bajnokságban él a csoportban ott vagytok ötödik körben a Magyar Kupában, a Liga Kupában is továbbjutás lehetőségével. Elég erőse a keret, hogy ezt így együtt bírjátok, illetve e, mi a prioritás, mik a, a, elsődleges feladatok ezen belül? Igazából azt tudom, hogy a, a helyzet dönti el, mert e, ugye a Liga Kupát is maximálisan komolyan veszik, és egy kitűnő lehetőség azoknak a játékosoknak, akik esetleg kevesebbet játszottak a bajnoki vagy kupa a, a, kupa esetleges megnyerésével lehet legkönnyebben kijutni nemzetközi porondra, és hát a bajnokság az, aki, amiért mindenki, mindenki a, a fókuszba tud kerülni. Tehát én nem állítanék fel prioritási rangsort. Nyilván, hogyha a magyar kupa elődöntő vagy döntőbe lennénk, akkor átvenni a prioritást a magyar kupa, de egyelőre most nem akarom tovább hangsúlyozni, de a Pécs mérkőzés a legfontosabb, és bízom benne, hogy a keretünk alkalmas lesz rá, vagy alkalmasá fogjuk tenni. Feri, jó munkát kívánok nektek a jövőben. Köszön, az köszön köszönöm szépen, nagyon köszönöm.